Borbó Csaba azért emelt panaszt az illetékes testületnél, mivel Nastase egy interjúban azt mondta, egyetért azzal a móddal, ahogyan Franciaország a romániai romák ügyét kezeli, és szerinte a romákat Székelyföldre kellene telepíteni, hogy megváltoztassák az etnikai arányokat. Mindig fel kell emelnünk a hangunkat, hogyha a magyarságot, székelységet bármely román politikus megtámadja, hisz láthatjuk, hogy a korábbi években is örökké a nevetiségi kártya kijátszásával próbáltak olyan utálatot, vagy olyan hangulatot gerjeszteni egyes román közéleti személyiségek, amelyek nem méltóak a békés együttéléshez. És hát ilyen szempontból minden olyan megjegyzés, amely itteni etnikai arány megváltoztatását, akár erőszakos megváltoztatását is célozzák, az ellen fel kell lépnünk. Ilija Nesztászy úr ugye egyik nagy banknak az arca, de nem csak egyik nagy banknak, hanem a Románia turisztikai arca is, hisz benne van a Románia úgymond brandjének az egyik szereplője. Ilyen szempontból egy ilyen ember részéről elhangzott bármilyen negatív kijelentésnek sokszorozó hatása tud lenni. Ezért fordultunk a diszkriminációs tanácshoz. Én bízom, hogy a tanácsnak a döntése nyomán igazából az elkövetkezőkben meg fogja válogatni a gondolatait, és főleg minket, székelyeket nem fog bántani. Borbóly Csaba a döntéssel kapcsolatban elégedettségét fejezte ki, mondván, a diszkrimináció ellenes tanács az utóbbi időben helyt adott valamennyi hasonló etnikai diszkrimináció miatti panasznak, ami azt mutatja, hogy az intézmény komoly munkát végez és betölti szerepét.